A történelmi Máramaros szemedgyönyörködtető tájait is végigjárta az RMDS kampány karaványa. Máramaros szigeten a Lővei Klára Liceum jelenlegi helyzetét térképezte fel Sógor Csaba és Kelemen Hunor. A román többségű vidéken anyanyelvi szigetnek számító oktatási intézmény az RMDS jóvoltából vált európai szintű iskolává és ugyanakkor második otthonná a gyerekek számára. A Patinásváros művelődési házában Kelemen Hunor kifejtette, a szövetség éppen a hasonló vidékek gyermekeinek jövője érdekében dolgozik ez időtájt a szórvány kollégiumok rendszerének kiépítésén. Mint minden településen, itt is szó esett a helybéli nemzettársak legfájóbb kérdéseiről. Sokkal beszélünk az autonómiáról. Ez a dolog még mindig nincsen kellőképpen letisztázva. Milyen gyermek leszünk, amit autonómia, hogy látjuk? Sokan úgy értékelik, mint hogy külön országot akarnánk építeni. Ez nem helyes. A másik dolog, amire hivatkozni szeretünk, tisztelettel. Én lehetek egy országnak, egy államnak, hiányosan egy állam, lojális tagja, ha megőrizhetem szuverenitásomat, és az állam rendszerbe teljesíti a kötelességet. De tartozhatok egy másik nemzet. Mert a történelmi mostanság úgy tette, hogy itt vagyok, és nem ott. És nyilvánvalóan, hogy az a nemzet, az kell, hogy gondoskodjon róla. Csak példaértékűen, nem így, ahogy most ez. Példaértékűen, mindent meg lehet oldani, kialakulóan. Sógor Csaba leszögezte, a honfoglaló magyar nép számára hatalmas előnyt jelentett, hogy megtanult egy másik életformát, tudott változtatni hibás beidegződésein, és nekünk is ez a dolgunk az európai népek családjában. Az a keresztény értékrend azt is jelenti, hogy ha vannak is viták, ha van válás is, akkor is kell gondolni a jövőre is. Egy család esetében ugye a jövő az a gyerek, itt a mi esetünkben a jövő az az erdélyi magyarság, és a választópolgárok ezt el is mondják, hogy hát mit akarnak tőlünk, hogyha a vezetők nem tudnak megegyezni. Ez a leggyakrabban visszatérő kérdés, és nyilvánvaló, hogy a keresztény értékrend azt is jelenti, hogy meg tudunk egyezni, és meg tudunk bocsájtani, és tudunk együtt indulni. De hát ez nem csak keresztény értéknek nevezhető. Reméljük, hogy november 25 után is lesz erre alkalom és lehetőség. Hosszú mezőn az ukrán határ tőszomszédságában Sógor Csaba hosszasan elbeszélgetett a vasárnapi pihenőjüket tartó idősekkel. A fiatalabb nemzedék eközben lelkesen biztatta a magyar többségű falu foci csapatát a szomszéd település labdarúgói ellen vívott elszánt küzdelemben.